Pünkösdi hal és vadünnep második napján este szinte mozdulni sem lehetett a Béla király téren. Több ezren voltak kíváncsiak az erdélyi Gyergyó-Szent Miklósból induló Bagosi Brothers Company koncertjére. A közönségben akadt olyan is, aki több száz kilométert tett meg azért, hogy részt vehessen az eseményen. Bagosi koncertre nyilvánvalóan. Nagykanizsára jöttünk amúgy. Néztük a jövő heti szentesi koncertet, csak a párom testvére megy vissza Németországba, úgyhogy az másnap lecces lett volna, és így ez megadódott, hogy akkor ide jöjjünk. Meg közelebb is van. A koronavírus járvány miatti szigorítások és korlátozások az ő létezésüket is megnehezítette, de látják már a fényt az alagút végén, mondta el az együttes frontembere. Olyan két év van mögöttünk, amikor nem lehettünk igazán sokat a színpadon, valamint egy időszakban csak ilyen 500 fő alatti koncerteket lehetett adni, úgyhogy nagyon örülünk, hogy újra húrok közé tudunk csapni és nagy színpadokon játszani, és kifejezetten örülünk, hogy itt tudunk lenni ezen alapon. Szeretjük mi egész zenekarként mondjuk a félig levő poharat félig telinek látni, és nem félig üresnek, úgyhogy próbáltunk pozitívan előre tekinteni, és keresni a lehetőséget, hogy tényleg hogy lehet túlvészelni, és rajtra készen állni, hogyha abban a pillanatban, amikor el lehet kezdeni újra zenélni, akkor mi készek legyünk, és ne az legyen, hogy magunkba zuhantunk, és nem tudunk mit kezdeni a helyzettel. Abszolút termékeny időszak volt a Covid időszak. Volt időnk magunkra, többet, egymásra, beszélgettünk rengeteget, még hogyha távol is voltunk egymástól, és valamennyire az új lemeznek az egész második fele kb. Akkor született. Úgyhogy abszolút nekünk egy ilyen örülünk, hogy vége lett, de abszolút megpróbáltuk kihasználni. Próbálunk nem kihagyni a repertoárból semmi jóféle nótát, nyilván az egészet most már hál' Istennek nem tudjuk eljátszani, mert annyi dalt írtunk, viszont az összes nagy slágerek, a legújabb nóták is felcsendülnek majd, és egy igazi másfél órás óriás nagy rock'n'rollra lehet számítani. Tatár Attila elárulta, hogy az egyik legnagyobb slágerük Szexárdon volt hallható először. Itt csendült fel először az olyan, de olyan formában, hogy Barbie-val együtt. Tehát addig már azt hiszem 2-3 helyen eljátszottuk, ami után megjelent, de tényleg itt volt is, ezen mi is így izgultunk, hogy akkor az élőbe vendégzenésszel azelőtt nem igazán léptünk fel vendéggel, és nagyon jól sikerült. Ezen kívül van nekem egy személyes kötődésem, egy jó ismerősöm él itt, akivel annak idén együtt síeltünk egy csapatban, az ő édesapja volt az én edzőm, és ő meg sízőtársam. És hát a helyi borokhoz is valamennyire azért kötődünk, van több olyan helyi borász, akit személyesen is ismerünk. A Covid alatt sem panaszkodtunk, mindig volt, amit csinálunk, és az 500 fős koncerteket is kihasználtuk, úgy gondolom, hogy egészen rendesen. A tavalyi év pedig már némileg hasonlított egy hagyományos fesztivál szezonra, de azért mégsem volt az igazi. Az idei év pedig úgy néz ki, hogy visszatérhetünk azokhoz a régió fesztivál hangulatokhoz, szokásokhoz, amik 2020 előtt volt megszokott, és az idei nyár az valóban tele van, és szerintem úgy kb. Ettől a héttől indult el komolyabban, és meg sem állunk egész október végéig. Nagyrészt Magyarországon vannak a koncertek, de az idén lesz jó sok erdélyi koncertünk is, sőt már volt egy otthon, és még jó pár lesz. Ebb tekintetben voltunk talán, vagy volt talán a legkülönbözőbb az előző két év, hiszen azt hiszem, hogy kétszer léptünk fel a két év alatt otthon, illetve erdély területeken. Az idén már volt egy, és meg lesz egy jó pár. Attila azt is elmondta, tartottak attól, hogy a hosszú bezártság után bátortalanabbak lesznek az emberek, és nem járnak majd koncertekre. Akkor gondolkodtunk ezen el, amikor először elengedték az 500 fős koncerteket közvetlenül a járvány sok után. Akkor nem tudtuk, hogy hogyan fognak reagálni az emberek, de mivel akkoriban viszonylag jó volt a járványhelyzet Magyarországon, és az időszakban nem is volt komolyabb elhalálozási hullám, akkor így az emberek így ugyanúgy jöttek koncertre, kisebb létszámba, de tényleg, mint a heringek. A tavalyi évben pedig volt sajnálatosan egy olyan időszak, amikor sok haláleset, meg rengeteg beteg volt. Azután is gondolkodtunk, hogy vajon mi lesz, de akkor meg úgy gondolom, hogy már annyira hosszú ideig be voltak zárva az emberek, meg akkor már volt oltás, és oltási kártyához voltak kötve a rendezvények, hogy emiatt azok, akik odajöttek, úgy gondolták, hogy akkor most
ők nem félnek annyira. Tehát igazából a közönségben sosem éreztük, hogy ez bármilyen formában befolyásolta volna őket, annak ellenére, hogy a közönségünk az nem csak fiatal emberekből, hanem tényleg egészen széles az a korosztály, aki látogatja a koncertünket, és ez nem változott. A Bagosi Brothers Company 2013-ban alakult, akkor még nem gondolták, hogy pár éven belül ismert, sőt, elismert zenekarrá válnak a Kárpát-medencében. Nem tudtuk, hogy ez fog-e sikerülni, vagy mikor fog sikerülni, de mi az első perctől fogva erre készültünk. Ez már egy olyan zenekar volt, amelyet megelőzött jó sok olyan formációval már együtt játszottunk, viszont ennek a zenekarnak úgy fogtunk neki, hogy akkor ezt profi szinten szeretnénk majd egyszer művelni, vagy már az első perctől fogva úgy álltunk hozzá, mint egy profi zenekarhoz, annak ellenére, hogy még nem ismert senki bennünket. Tehát ezek voltak a lépések, így priorizáltuk a szabadidőnket, és nem tudtuk, hogy ez sikeres lesz-e, de gondoltunk rá, hogy hát ha az lesz, és igen, nem csak egy hobbi zenekar volt soha, és nagyon örülünk, hogy ez valóra vált. De korán sincs itt a vége, tehát úgy gondolom, hogy mindig keressük az új kihívásokat, és olyan dolgokat, amik számunkra is érdekesek lehetnek, illetve a közönség számára is. És hogy milyen érzés több ezer embertől visszahallani az általad írt dalokat? Ilyenkor nem csak mi adunk energiát, hanem ez a nagy tömeg vissza is ad jó sokat belőle, és talán az a legjobb, amikor egy nagy tömeggel együtt tudunk lüktetni, együtt tud élni ez a produkció, azok a legjobb koncertek. Reméljük ma is így lesz. Így lett. See you.